Karácsony Gergely győzelme esetén érvényét veszti az a megállapodás, amit Budapest fejlesztése kapcsán kötött Tarlós Istvánnal Orbán Viktor. Ez Gulyás Gergely mondta az Inforádióban. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a megállapodás szövegében is az szerepel, hogy ez Tarlós István főpolgármestersége idejére érvényes, vagyis azt szó szerint kell venni. Gulyás Gergely ugyanakkor leszögezte, a Fidesz Tarlós István győzelmét tartja valószínűnek. Mi hárva jogászok vagyunk, Péter? Én bölcsész. Én építész és félig jogász. Na hát akkor van 3,5 jogász. Itt van előttem az 509/2018. október 17-i, vagy arról keltezett kormányhatározat a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról, de hogy mindjárt elaludjanak a nézők, az túlzás lenne, tehát nem olvasnám föl. De te nem vagy diszlexiás, Zoltán? Nem, miért? Úgy tűnök mostanában? Nem csak az, hogy átfutnád, egy gyorsan, hogy amit Gulyás Gergely mondott, akit szerintem mindannyian tisztelünk, egy okos ember. De hogy miért gondolta ezt mondani az Inforádióban, és aztán miért kezdett el kitartani emellett? Ebben hol szerepel az, hogy ez csak Tarlós Istvánra vonatkozik? Hát ebben sehol nem szerepel, de próbáljunk már meg leszokni arról, hogy mindig, amit a Fidesz irányából hallunk, azt olyan véresen komolyan veszünk. És ez arra is igaz, amikor ez a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa megszületett, meg most is, tehát ez nem más, ez a közfejlesztési tanács, és vissza is adom köszönettel, tehát ez nem volt más sohasem, mint egy politikai kommunikációs termék. Nem. És akként... Nem, ez működött. Én tudom, hogy működött. A működés alatt mit értesz? Az, hogy úgy ülésezett szakmai anyagok születtek. Nem szeretnélek benneteket kikérdezni, mert a tanárokat szerették, de ha én lennék a tanárokat sem szeretnék, de visszaemlékeztek arra, hogy ez a szervezet többé-kevésbé, de inkább többé miért jött létre? Nem. Én felkészültem, mert vártam, igen, hogy azért megkérdezi. Egyrészt valamikor ugye a Fővárosi Közmunkák Tanácsa mintájára szerettek volna már réges-régen. Ez volt egy szubjektív szempont. Ez viszont egy politikai szervezet, 10 tagja van, 5 a kormányzat, 5 pedig a főváros jelöl, és a mindenkori főpolgármester egy állandó tagja, illetve a kormányzat részéről nem helyettesíthető az a kormánybiztos, akit kijelölnek, ha jól tudom, ez éppen most Fűries Balázs. Valójában ténylegesen üléseznek, de hát miben döntenek? Tehát ezek olyan politikai döntések, amit az eredeti Fővárosi Közmunkák Tanácsával ellentétben ezek látszatintézkedések. Valamikor régen, hogy egy kicsit közérthetőbbek legyenek, az Andrássy úti a sugárút építésekor a Közmunkák Tanácsa 3 fő részből állt, majdnem egyenlő arányba, a döntéshozók, a pénzügyi, közgazdasági emberek és a szakma. Na most ebből pont ez maradt ki. Tehát ilyen módon ez szerintem tényleg egy politikai megállapodás, és meg kell mondanom, hogy olyan sokat talán nem veszít a főváros sem, hogyha ez majd nem fog működni, hiszen ez egy látszatszervezet. Hát ebből számomra azt tűnik, mintha ti ön kevéssé néztétek volna a tevékenységét. Ugye ez egy nagyon fontos szervezet volt annak érdekében, hogy Tarlós Istvánt meg lehessen nyerni, hogy ismét induljon főpolgármesternek. Ugye itt ez az egész mostani főpolgármester választás kútba ugrott volna, nem Latman? Ha Tarlós nem vállalja. Hiszen arról szólt a mendemonda, hogy akkor jön a Fidesz, és hoz valami 4/3 törvényt az ügyben, hogy egyáltalán nem lesznek önkormányzati választások, Budapest az egybe lesz. Ezt így is hozhatja, de 15 pontja volt ennek a megállapodásnak, igen, és ez csak egy pontja. Már és azt melyik? Hiszem, ez a tanács. Ezt elnézést, nem, ezt így hívják. Maga a megállapodás 15 pontban sorolja azt föl, hogy ez mit tevékenykedik. Jó, de amire szerintem Tarlós István igent mondott, az éppen az, hogy közvetlenül lehessen választani a polgármestert, vagy a főpolgármestert is, és ne úgy, mint valamikor régen, hogy a képviselőtestület, illetve a közgyűlés a saját tagjai közül választja. És természetesen ez is egy fontos pontja volt, de én azt gondolom a legfontosabb az, ami ebben a megállapodásban nincs leírva. Bocsánat, azért egy dolgot azért tegyünk hozzá, fontos ez is, hogy hogyan működött, hogy működött egyáltalán, de azonnal azért ne lépjünk már túl, és persze azért, mert okos, és tiszteljük őt, már a Gulyást, én nem tudom, hogy önmagában valakit azért, mert okos kell tisztelni, de tételezzük föl, hogy okos. Nem, ez egy osztály, vigyázz.
Tessék? Ez ilyen osztályvédje. Oké, okay. Tehát tételezzük, hogy okos. Ha okos, akkor viszont akkor meg ez nem tisztességes, amit csinál, vagy pedig amit csinál, akkor mégse, és ezt meg tisztességből, vagy jó lelkiismerettel teszi, akkor meg nem okos. Tehát a kettő egyszer nem lehet igaz. Ez kicsit olyan, mintha az ember azt mondaná, hogy milyen jó megjelenésű, hülye gyerek vagy fiam, és akkor egyfelől adtam is neki, másfelől el is vettem. Jó, oké, akkor legyen. De azért azon ne lépjünk már túl, hogy azt egyfelől presszionálja a választókat, ami azért egy akárhonnan azért is nézzük. Azért adtam ezt a határozatot. Oké, akárhonnan is nézzük, egy olyan magatartás, ami szerintem elfogadhatatlan, tehát tökéletesen mindegy. Most az más kérdés, hogy ez lehet választójárási törvény keretei között értelmezni, vagy sem, ezt a választói akarat befolyásolásának, vagy sem, és hogy megérne egy olyan kifogást, vagy sem, ami ezzel kapcsolatos lenne. Nem tudom ezt megítélni, de minden esetre ez is egy érdekes gondolatkör lehetne, de az egészen biztos, hogy az meg különösen döbbenetes, és azért erről érdemes beszélni, akár még akkor is, ha sokat beszéltek már róla, hogy azért nem egy normális működő államban, nem Orbán Viktor szerződik a Tarlós Istvánnal, hanem a miniszterelnök szerződik a főpolgármesterrel, és ez igazából a színektől függetlenül kell, hogy így legyen. Azt állod el nekem, édesfiam, hogyha egyébként különböző felmérések azt hozzák, hogy ezt a nép benyeli, mint kacsa a noketlit, igen? Akkor miért ne tennék meg? Holnap azt fogják mondani, hogy a föld lapos. Igazad van, csak itt most nem a népül az asztal, hanem jó magam, és én mondom azt, hogy engem ez zavar, és szerintem egy normális országban ilyet nem volna szabad, és az elképesztő. De törpe minoritás vagy. Oké, de attól még az elkeserítő, hogy eljutottunk odáig, hogy a nép ennek örül. Hát, hogy föl se vetődik. Hát, hát vagy a nép vagy örül, vagy kára nem érdekli. Mondtad, olyan nehéz, vagy nem érdekli. Jó, értem én, csak ugye azt legalább ennél az aztán érdemes elmondunk, hogy ez nem normális. Abszolút, nem kell, ebben tökéletesen igazad van. Ugye a felvétel napján az adáshoz képest egy nap korábban, péntekenként változatlan beszélgetek Kejfej Jancsi című műsorokban Karácsony Gergely, és kérdeztem tőle, hogy mi abból az igazság, ugye a kormányinfón csütörtökön azt mondta Gulyás Gergely, hogy Tarlós István azért lehetett eredményes főpolgármesterrel, együttműködött a kormánnyal, jelentette ki, de az együttműködés Budapest mindenkori vezetőjének feladata lesz, az, hogy Karácsony Gergely arra nem képes, az bizonyítja, hogy alkalmatlan a tisztségre, majd ezt megismételt az osztályfőnök pénteken. De ezt meg cáfolta a Karácsony, ez nem igaz. Honnan tudja egyébként Gulyás Gergely, hogy Karácsony Gergely nem képes az együttműködésre? Nem azt, hogy nem képes, nem akar. És azt pláne honnan tudja? Outsourcing. Hát ezt azért így, szerintem lehet, hogy meg kéne várni és meglátni, hogy akkor akar-e együttműködni vele egyáltalán. Nem, inkább arra utalnék, amit te is mondtál, hogy lehet, hogy okos, vagy nem tudom, de ilyet bemondani így a politikai nyilvánosságban az nem egy okos mozdulat. Egyébként pedig én abban bízom, hogy előbb-utóbb a választók, nem csak Magyarország, az ország egészében, vagy nem csak Budapesten, de most majd Budapesten, talán a választók azért ezt észreveszik, hogy a fene egye meg itt most szivatnak minket, és akkor már csak azért is egy kicsit úgy, egy dacból azt mondjuk, hogy jó, hát akkor nézzük meg. Szóval én abban bízom, hogy ez politikailag így vissza fog ütni egy kicsit ez a mondás. Én egy, lehet, hogy kukaszoskodom, de én egy dologra, amikor ez a megállapodás született, én egy dologra figyeltem fel. Gondolom nem csak én. Az, hogy a parkolási anomáliák, minden, az úgy, ahogy van, kimaradt ebből a megállapodásból. Ha jól emlékszem, Tarlós István azt mondta, minden megállapodtunk, kivéve a parkolási dolgokat, mert ez túl politikailag túl érzékeny dolog. Ezt kérte a miniszterelnök úr. Ezt kértem, pontosan úgy, ahogy mondod. Na most könyörgöm, azért itt, és ismét akkor egy mondatot vissza. De ez nem vissza. Volt kukaszoskodás neked, de teljesen még egy mondatot, amikor Tarlós átvette a főpolgármesteri posztot, akkor azt mondta, ez a helyzet, ami a parkolási ügyben van, ez tarthatatlan. Az, hogy 8 társaság szedi a díjat ilyen-olyan formába a fővárosba, ezt most egységesíteni fogom. Na most eltelt Isten tudja hány év, mondjuk 9, és a 8 helyett 13 társaság szedi a parkolási díjakat, és a parkolási botrány éppen olyan fokú vagy hőfokú, mint 2010-ben. 3 pontot tennék csak. Itt annyit azért hozzátennék, bár nem vitatkozni szeretnék, de úgymond ügyfél oldalon azért egyszerűsödött a helyzet. Tehát van erre állami ernyőszervezet, nemzeti mobil díjfizető, nem tudom micsoda. Na de a pénzt tehát, úgy viszik. Persze, ennek ügyfél oldalon viszont korábban. Politikai értelemben a választópolgárok nagy részét ezt nem érzi annyira súlyosnak szerintem majd. Jó, de azt áruljátok el nekem, vagy ön, hogy ez azt írja alá, hogy a politika az úri csibészség, mert ez egy az egyben erről szól. Tehát én megegyezem veled valamivel, Komlódi, de ha Latman kerül a te helyedre, akkor sajnos a Latmanra már nem valamit. Bocsánat, hogy mind a kettőnket megszólítottál, akkor én a Komlódi névre reagálva.
én azt, amikor nézek televíziós műsorokat, és a műsorvezetők beszélnek, akkor én azt tapasztalom, hogy azt mondják, hogy hát igen, de igen, hát megszoktuk, hogy a politikus hazudik. Meg igen, hát jó, oké, hát a maga felé hajlik a keze, meg igen, hát az természetes, hogy a maga érdeke. Ezt szerintem ezt beáraszták. Tehát a kérdésedre válaszolva, igen, ez a politikához tartozó hunkat. Beleértve, hogy mi beszélgetünk kérdés, itt, ugye, és nem Gulyás Gergely, aki de, esetleg megmondhatna, hogy ebben a kormány határozatban hol van. Klasszikus idézek, ugye, hogy a politikával pont az a baj, hogy attól kontraszelektív, hogy az az ember, aki nem akar másokon uralkodni, emiatt alkalmas lenne arra, hogy irányítson embereket, az nem akar oda menni, akik pedig uralkodni akarnak, azok autentikusan nem lesznek alkalmasak. De hát ez több ezer éves probléma, ezzel nem itt találtuk meg a bölcsek kövét, úgyhogy ez a helyzet van, igen. Ön volt polgármester, ezt a nép elhiszi? Tehát most a nép azt gondolja, hogy nem szeretem a Tarlós, de hogyha nem lesz az a Karácsonynak, ami a Tarlósnak volt, akkor hát, akkor mégis megszavazom. Sajnos elhiszi. Saját példámból tudom mondani, hogy ugye Esztergomban, ha még emlékszünk rá, leállt a tömegközlekedés, nem volt világítás, nem szavaztak meg pénzt a zöld felületekre, és még sorolhatnám, hogy hogyan sanyargatták a várost. És bizony, amikor a választópolgárnak eljött az az idő, hogy most kitixeljen be, ugyan ígértek tejjel mézzel folyó országot, zárjelben megjegyzem, nem lett belőle semmi, tehát nem kell ezeknek az ígéreteknek bedőlni, akkor a választópolgár azt mondta, hogy hát azért mégse szeretnék még egy ilyen sanyarú 5 évet. Tehát valójában Gulyás Gergelynek a nyilatkozata arra utalt, hogy ha a választópolgár jót akar magának, akkor bizony a Tarlós Orbán paktumot figyelembe véve maradjon Tarlós. Jó, akkor abban segítsetek, hogy mikor szűnünk meg alattvalóknak lenni? Én nem mondanék időpontot. Sajnos ez a legelkeserítőbb ebbe a történetbe, ez a totál reménytelenség, ez a totál passzivitás, ez a totál elfogadás ennek a helyzetnek, ami azt gondolom minden nap szembesülünk. Ez abszolút így van. Szóval ez benne amitől az ember tényleg azt mondja, hogy ne, hanyadik emeletről ugorja ki? 3. vagy 8. Azt áruld el, Atman, hogyha ez fordítva történt volna, és most ellenzékben lenne a Fidesz, akkor a Gulyás tökéletesen egyetértene velünk? Abszolút mértékben. Hát emlékezzünk vissza, amikor a Fidesz ellenzékben volt. Itt akkor a demokrácia őrzés történt, a demokrácia központoktól kezdve mindenen át, hogy öröm volt nézni. Tehát az egy, ami Fidesz esetében, de azt hiszem, hogy egyébként ez a minden politikai aktor esetében igaz, hogy a lét határozza meg a tudatot. Hadd válaszoljak az előző kérdésre, hogy mikor szűnünk meg alattvalóknak lenni. Szerintem nagyon egyszerű a válasz. Akkor, hogyha egy ilyen mondás után a Fidesznek a budapesti népszerűsége esik 10%-ot, és a választópolgárok azt mondják, hogy drága Viktorom, told fel magadnak a költségvetési pénzedet, nem kell. Korhatárosak lettünk. Na majd akkor lehet, hogy nem leszünk alattvaló. Minden esetre azért érdekes ez a választás, mert elképzelhető, hogy nem a Karácsony Gergely a legalkalmasabb, és talán az önkormányzatoknál is elképzelhető, hogy nem a közös jelöltek a legalkalmasabbak, de ez az egyetlen egy módja annak, hogy ez a fajta kétharmados uralom valamilyen módon megszűnjön, és az önkormányzatoknál nagyon fontos, hogy azok a pénzek, amiket onnan szednek be, azok hova kerülnek. Még egy mondatot, bocsáss meg. Utolsót, mert jön utolsó ez. Csatlakozva ehhez, akkor, amikor egy ilyen mondat után azt mondják a választók, akkor, amikor egy kormányzati szereplő utasítja a rendőrséget kvázi, hogy menjenek ki egy ellenzéki polgármesterhez hátkutatást tartani, és akkor arra mi felháborodunk, vagy akkor, amikor valakire azt mondhatják egy politikus, hogy annyit ér, amennyie van, és ez a politikus utána a mi szemünkben ugyanúgy. Azért tudnék neked mondani a baloldali kormányzás idején. Nem baj, arra is ezt mondom, amíg ezek működhetnek, addig csak ácsingózunk a nyugat-európai társadalmi színvonal iránt. Kérem szépen a második filmet.